Egésznapos programokkal várták az érdeklődőket szombaton Miskolctapolcán, a barlangfürdő előtti sétányon helyi termelők kínálták portékáikat, de a kitelepült iparművészek segítségével bárki bekapcsolódhatott a kézműves foglalkozásokba is. Volt kosárfonás, szövés, gyöngyfűzés, kötélverés és textiljáték készítés is. A program része volt a Miskolctapolca fejlesztési projektnek és a csütörtök óta tartó nyári Pezsdés Miskolctapolcán című rendezvénynek. Szombatra megérkezett az igazi nyárias idő Miskolctapolcára is. A barlangfürdő előtti sétányon az árnyékot adó sátrak alatt helyi termelők kínálták portékáikat. Lehetett vásárolni a többi közt házi savanyúságokat, szörpöket, mézeket, lekvárokat, levendulát, birsalmasajtot, textiljátékokat és bögréket is. A turisták és a miskolciak közül is sokan nézelődtek vagy vásároltak, és olyanok is voltak, akik a felújított Miskolctapolcai parkra voltak kíváncsiak. Valójában mi Tapolcára jöttünk megnézni, hogy ahogy felújították, milyen lett, és akkor láttuk mi ezt a programot itt, és nagyon megörült a gyerek, mert imádja az ilyen kézműves dolgokat, imád alkotni, és örült neki, hogy itt, hogy egy ilyen tapolcai séta keretében ezt most így megvalósíthatja. Úgyhogy kutyasétáltatás, levegőzés, kézműveskedés, meg egy jó ebéd, szerintem ez vár még ránk ma. A szervezők az érdeklődőket a termelői nap mellett kézműves foglalkozásokkal is várták. Fafaragás, bőrművesség, gyöngyfűzés, kötélverés és textiljáték készítés közül lehetett választani. Patrik egy tobos sündisznót készített. Hát van ez a papír, abból ki kellett vágni egy ilyen négyetet, kellett kék szemet, lehetett választanom, hogy kicsi legyen vagy nagy, kicsit szere választottam, mert ha egy kicsit nagy lett volna, akkor egy kicsit az idő utánnak nézett volna ki. És anyukám vágott nekem egy kis nózit, azt pedig ráragasztottuk, meg kellett hozzá egy jó pofa doboz is. Az önkormányzat megbízásából a rendezvényt szervező ügynökség képviselője azt mondta, a mostani program a júliusi termelői nap és vásár folytatása volt. Helyi termelők mutatkoznak be a portékáikkal, ezeket meg lehet kóstolni, illetve meg lehet vásárolni, és a családok számára pedig kézművesek készültek bemutatókkal, ki lehet próbálni a különböző mesterségeket, illetve a kézművesek portékáit is meg lehet vásárolni. A háromnapos rendezvény a Miskolctapolca fejlesztési projekt része volt.